Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Erről készítek egy videót álnéven, ez megjelenik a másik csatornámon, Meisterin des Kartenlegens, és ha elkészült a videó, megkapod e-mailen keresztül a linket hozzá. Ez a videó május 28-án jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Sravana holdházban van. Ez lefordítva egy sas madarat jelent. És tényleg van egy ilyen csillagkép, a sas madár itt a közelben. Ez azt jelenti ezen a napon, hogy bizonyos dolgokat felülről kellene megtekinteni. Hogy átlássunk a dolgokon, hogy messze tudjunk tekinteni, hiszen itt vannak tervek, amit később szeretnénk megvalósítani. Ezen a napon van egy szép kapcsolat a Hold és Vénusz bolygó között, ez kihat az érzelmeinkre, és szerencsét hoz a szerelemben, hiszen ez egy kellemes és erős szerelmi energia. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható. Egy jó hír. Lehet, hogy ő akar írni neked, és ez kellemes, vagy vannak elvárásai, hogy te írj neki. Ez a levél lehet egy meghívás, vagy egy szerződés is, és ez szerencsét hoz, hiszen megjelenik a szerencse kártyája is a közelben. Egy jó hír, egy kellemes meglepetés a kapcsolat kettőtök között, ami a munkáját, a hivatását illeti, ezek lehetnek előnyös szerződések, ami nyereményt hoz. A gondolata megjelenik újra alul bal oldalon, ahol az érzelmeiről van szó, és a háttérben a kép, ez a hölgy rád utal, hogy ő gondol rád, megvannak az érzelmek. És itt van egy utazás, az lehet, hogy tervez veled egy nyaralást, vagy útban van hozzád, vagy lesz egy meghívás, és szeretné azt, ha te látogatnád őt meg. Ez az utazás lehet egy változás, és hogy valamit szeretne változtatni a párkapcsolatotokban. Hogy mit fog tenni, az jobb oldalon látható a ház. Az lehet a te otthonod, hogy ő útban van hozzád. A ház lehet az ő otthona is, hogy lesz egy meghívás, és szeretné azt, ha te őt meglátogatnád. Az is lehet, hogy tervez egy utazást veled együtt, hiszen ez a gondolata, és ez a ház, az lehet egy nyaraló, hogy ő most bérel egy nyaralót, ahova el tudtok utazni. A ház az lehet egy közös otthon és egy közös otthon tervezése, és alul ez a hosszú út, ez jelenti azt ugyanúgy, mint a Sravana holdház, itt vannak tervek, itt lesznek változások, és nem a közeljövőt tervezi, hanem hosszú távon tervez valamit. Hogy mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán, és itt az F betű jelenik meg. Hogy mit jelent számodra az F betű, azt leírhatod a kommentárba. Ami nekem eszembe jut, Ferenc
Flórián, Fehérvár, Frankfurt, Farkas, Franciska, és hogy neked mi jut eszedbe, ennek örülnék, ha leírnád a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra az a szimbólum ott középen, a régi írásmód, az úgynevezett rovás írás. A kereszt számomra jelent egy találkozást, amikor a sors utatok kereszteződik, mégpedig ott középen. És középről tekintetek ilyen irányba, meg olyan irányba, döntésekről van szó. A kör az jelentheti a kapcsolatot köztetek, mint egy gyűrű. De jelenthet egy falat is, amikor védeni kell ezt a kapcsolatot, legyetek visszahúzódóak, és a kör az óv benneteket, hogy mások nem látják azt, hogy mit terveztek. És a napi energia az jobb oldalon látható, ez a hölgy ablakot pucol. Ezt akartam ma én is tenni, de itt Mallorcán esik az eső már egész nap, sőt már napok óta. Kicsit furcsa, mert így május végén már nyárias az idő, de a nap még nem süt úgy ki, ahogy tulajdonképpen mi elvárnánk. Napok óta esik az eső. Kellemes az időjárás, hiszen nincs hideg, de fúj a szél, meg hát, ahogy említettem, esik az eső. Tehát az ablak pucolást, azt el kell halasztanom. De lehet, hogy nálad ez lesz, hogy takarítasz otthon, ahogy a képen látható. Persze ennek a kártyának is van szimbolikus jelentése, valamit tisztítani kell, hogy átlássunk a dolgokon. Az ablak néha jelent internet kapcsolatokat is, és az ablakon kívül, ott az udvaron tulajdonképpen megjelenik a létra, ami jelenti a célokat, a magas célokat, amit el kellene lépésről lépésre érni, de ahhoz, hogy ezt meg tud tenni, valamit tisztán kellene látni, vagy tisztázni kellene bizonyos dolgokat. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy hogy mit jelent számodra az F betű, vagy ez a kereszt a körrel együtt, milyen tervek vannak, és milyen utazásokat terveztek, hogy megkaptad-e már ezt a jó hírt, vagy a szerződéseket, hogy mit szeretnél rendezni ott körülötted, hogy tényleg ablakot pucolsz-e, vagy milyen jelentése van ennek a képnek, hogy mit kellene tisztázni, hogy átlássa dolgokon, hogy milyen célok vannak, hogyan szeretnéd ezt elérni. Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!